mindenkinek! Először is a kinézetem, tehát ez nem megszokott tőlem, hogy egy random videóban így nézek ki. Tudom, ez úgy alakult, hogy először is zsíros a hajam. Tehát holnap fogom megmosni, és inkább húztam egy parókát, a sapka most annyira nem illett ehhez a videóhoz, mert ugye sminketről fog beszélni, és ugye ezért is vagyok most így kisminkelve, hogy megmutassam, hogy mikről is van szó. Ugyebár, mint láthatjátok, ez egy NYX-es haul, tehát azokat a termékeket fogom nektek megmutatni, amiket én a NYX üzletében vásároltam, vagy most, vagy kicsit régebben, vagy nem is olyan régen, és azért gondoltam, hogy csinálok erről egy videót, mivel nemrég volt a megnyitója a West Endben, és mondtam is nektek, hogy amiket akkor vásároltam, szeretném megmutatni nektek egy videóban, és most kedvem támad felvenni nektek ezt a videót. Szóval, az első NYX-es dolog, amit vásároltam, az nem tegnap volt, vagyis tegnap előtt volt ugye a NYX megnyitója, tehát ezt nem akkor vásároltam, hanem igazából ezt mástól kaptam, de ugyanilyet vettem neki, csak cseréltünk, mert egymásnak vettük meg, karácsonyra, szóval logika, lány logika, na mindegy is. Tehát ugye nekem csak ő volt egy ideig. Ez egy NYX Liquid Suede svede matraszáradó száj, folyékony szájrúzs pontosabban. És egy napon nekem azt suttogta a fülembe, hogy Kim néni, én olyan magányos vagyok, kérlek vegyél nekem testvéreket, kérlek! Így nem tudtam neki ellenállni, tehát bementem az Alléba, és még a gála előtt vettem egy aranyszínű szemhétust. Erről a drágáról van szó szerint, hiszen eléggé picike maga a tartály része. Viszont nem tudtam neki ellenállni, hiába volt 2300 forint, azt hiszem. De mindig is imádtam az aranyszínű, csillogós szemhéjtusokat. Főleg, hogyha valami jó szemhéjpúderrel van kombinálva, esetleg dupla tus, mert én azt szoktam ezzel csinálni, hogy annyira sajnálom, hogy csinálok először egy fekete tusvonalat, és afölé csinálok egy aranyszínűt, és így tök jól megdobja az egész sminket. Szóval a videós gáláról is ilyen sminket csináltam, meg a ballagásomra is. Videós gálán barna volt a szemhéjpúderem, a ballagásomon pedig bordó, mivel bordó volt az ingünk is, és nagyon jól nézett ki, tehát nem bántam meg egyébként, hogy megvettem. Tényleg annyi problémám van vele, hogy kevés van benne, ezért úgy vigyázok rá, mint a szemem fényére. Na és akkor jöjjenek azok a termékek, amiket most vásároltam a West End-es megnyitójukon, és elsőként ez akadt a kezem ügyébe, amit a szememben is láthattok, tehát erről a szemhéjtusról van szó, ami egyébként egy piros szemhéjtus akarna lenni, viszont nagyon sokáig szemeztem vele, és nagyon szerettem volna megvásárolni, és nem bántam meg, hogy megvettem, ezt kihangsúlyozom, hogy nem bántam meg ezt, függetlenül, hogy megvettem, hogy ez nekem nem piros. Tehát ez nekem inkább ilyen pinkes, mint láthatjátok is. A fények nem csalnak, tényleg ilyen színe van élőben is. És én ezt olyan tipikusan pirosnak vártam. Arra számítottam, és az üzletben is úgy láttam, hogy ez tényleg jó piros, mert meghalok az ilyen piros tusokért. De ennek szerintem van egy pinkes beütése. És egyébként Fire a megnevezése, és ennél pirosabb tus náluk nincs is, ha jól tudom. És ez a legpirosabb tusuk. Sajnos nem annyira piros, mint én azt vártam, de ettől függetlenül jó színe van, tehát nem egy gigászi probléma, hogy ez most nem teljesen piros, de majd szeretnék egy piros, egy igazán piros tust is. És egyébként ez is olyan, mint a... tényleg most meg is nézem. Hát igen, egyforma. Viszont ez sokkal kevesebbnek tűnik, mivel csillámos, és inkább ilyen sűrűbb anyaga van, vagy sűrűbb állaga van pontosabban. Apika. Ez pedig tényleg olyan, mint egy fekete szemhéjtus, csak ilyen pirosas, pinkes színben. A következő termék egy Soft Matte Lip Cream, amit ilyen gyönyörű, mély lilás bordós, hát inkább mély lilás színben vásároltam, méghozzá a Copenhagen árnyalatban, és hát kicsibe vettem, mert úgy voltam vele, hogy ilyen színeket nem igazán szoktam viselni, de mégis rohadt jól néz ki, mégis nagyon kell nekem, és ezért megvettem, és inkább a kisebben, nem a nagy kiszerelésben, mert szerintem tök felesleges lett volna a számomra.
hát ugyebár ilyen kis picike, ilyen kis jószínű, viszont rá kellett jönnöm, hogy már korábban tapasztaltam, hogy nekem ezek a lilás árnyalatok annyira nem is állnak jól, főleg a sötétebb színek. Valahogy rajtam nem mutatnak jól, vagy csak úgy érzem, mert nem megszokott tőlem, de minden esetre megvettem, hogy a rohadt jól néz ki, és remélem, hogy el fogom tudni használni, mert bánnám, hogyha nem tudnám, de túl szép volt ahhoz, hogy én ezt ott hagyjam, tehát muszáj voltam megvenni. A következő termék ez a Cosmic Metals, amit szájra kell kenni, ez is egy ilyen lip cream, és ezt láthatjátok a számon, tehát ez nem száradt matra, hanem ez végig ilyen kisé ragacsos szájfény marad. Így láthatjátok közelebbről, tehát ez tényleg egy ilyen szép, fényes, bazicsillogós szájfényszerűség, és ez mindegyik színben baromi állatul, királyul a szán néz ki, és még a kéket is néztem, hogy úristen, de jó vagy, de még ez sem nagyon fogom tudni elhasználni, vagyis majd az évek során csak-csak, de annyira nem szoktam a számon viselni semmi ilyesmit, viszont annyira tetszett, hogy muszáj voltam megvenni, és nőből vagyok, tehát muszáj voltam megvenni. Szóval a kéket még kevésbé tudtam volna elhasználni, mint ezt, ezért ott kellett hagynom sajnos, de azért nem bánnám, hogyha olyanom is lenne. Régóta szerettem volna egy Jumbo Eye Pencilt, és most végre megvettem a Milk színbe, mert úgy tudom, hogy szemhéjpúder alá is jobb, és szemhéjpúder alá is jó, tehát hogyha felkenem alá, akkor a szemhéjpúder sokkal élénkebb lesz. Ezért gondoltam, kipróbálom, meg tényleg csomó videósnál láttam, hogy ilyeneket használnak, szóval vettem egy Jumbo Pencilt is, Milk árnyalatban, vagy színben, vagy mi van. Az utolsó termék pedig, amit vettem, és mindjárt lemerült ténylegesen a kamerám, az egy NYX Lingerie, nem emlék kell kimondani, szemtinta, ami ilyen bronzos, aranyos, aranyozott színben vettem. Ez egy krémes állagú, csillogós szemhéjbizbasz, amit ilyen kis applikátorra lehet felütögetni, vagy az ecsetedre felvinni, vagy felkenni, ahogy akarul, úgy teszed fel. És hát ugye ecsettel is szétdolgozhatod az ujjaiddal, vagy ezzel is, de ezzel túl sokat vinnél fel, tehát annyira nem ajánlott ezzel, inkább ecsettel érdemes ezt eldolgozni. És annyira jó színe van, és annyira szépen csillog, és annyira szép, hogy tényleg ezzel is már nagyon régóta szemeztem, és most végre megvettem. Tehát ennyi lett volna ez a videó, és tudom, hogy eléggé elkapkodtam, eléggé minden, de itt villog a kamerám piros, hogy ingyen lemerülök, töcsiben fel, szóval kénytelen vagyok most így ennyiben hagyni ezt a videót. Remélem minden esetre azért tetszett nektek, és ez nem egy szponzorált videó volt sajnos. Szóval ezeket én mind megvásároltam a kicsinyke pénzecskémből, és nem bántam meg. Tehát egyik természetesen is tudom azt mondani, hogy megbántam. Vannak olyan termékek, amikből nem ártana, hogyha több lenne benne, de hát ilyen a kiszerelése, sajnos erről nem lehet tenni, viszont tényleg számomra ez minden forintot megér, tehát nem tudom egyikre se azt mondani, hogy szar, vagy ilyesmi, mert tényleg mindegyiket kedvelem, mindegyik jó, viszont ugye hát sajnos a sötétebb színű rúst annyira, vagy folyékony rúst nem fogom tudni annyira használni. Remélem, hogy egyszer-kétszer lesz olyan alkalom, amikor tudom viselni, mindenesetre nem bántam meg, mivel rohadt jó színe van, tehát nem is húzom tovább a videót. Mit akartam mondani? Hanem találkozunk legközelebb is, sziasztok! On your side, life isn't pretty, we'll get a little wrecked sometimes. If God is listening, people think you're ready.